Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Trix 2023-as H0 építési nagyságú formaújdonságát, a BR120-as Sergeit fogom nektek röviden bemutatni. A Sergei már más modellgyártók palettáján nagyon régóta szerepel, gondoljunk csak bele, hogy a Gützold Pico volt az első még a 70-es években, majd ezt követte a Rocco a 2000-es évek első felében, és a Pico most pár éve. Ebbe a mezőnybe érkezett meg a Trix Merklin mozdonya. A jármű az egyen Trix csomagolásban érkezik, és kicsomagolás után egy meglehetősen masszív fémkasznis mozdonyt vehetünk a kezünkbe. A gyártó tradicionálisan fémből készíti a mozdonyait, ez nagyon strapabíró modelleket eredményez, és jó hatással van a járművek tapadó súlyára is. Azonban más gyártási eljárásokat igényel, például az öntött mozdonyszekrényeket minden esetben CNC marnén sorjázni kell, az apró fémöntéssel nem kialakítható dolgok, mint például a lámpák furatai miatt. A Trix egy háromosztásos zsalus, díszréces és hangtompítós példányt modellez a 120052-es pályaszámú gép személyében. A mozdony formailag első ránézése jól eltalált, a főbb méretek pontosak, komoly aránytalanságot nem találtam a modellen. A gyártó jól lekövette a homlokfal tető-oldalfal találkozását és ennek szögeit, lekerekítéseit is. A Rocco és Pico gépek mellé téve szemmel szinte megkülönböztethetetlen ez a részlet. Egyedül az eres csatorna ívében van eltérés a Roccohoz képest, azonban az eredeti mozdonyról készült képek elemzése azt mutatja számomra, hogy a Pico és a Trix megoldása áll ezen a téren közelebb a valósághoz. A mozdony már a hangtompítós változat, így a tetőn elhelyezésre került ez az elem. Itt fontos megjegyezni, hogy a német hangtompító eltér a MÁV mozdonyon alkalmazott hangtompítótól, a felület itt teljesen sima, nagyobb is ez az elem, és más a kiképzése. A tetőn szépen ki van dolgozva a szellőző is környéke, a rács áttört fotomaratott elem, a ventilátor alatta szintén különálló térbeli hatás kelt. A tetőn a részletek méretileg és elhelyezésileg is megfelelnek az eredeti mozdonyénak. A tetőn érdemes megemlíteni, hogy a felső fényszórók és a tető találkozásánál van egy kis illesztési hézak, ennek elsősorban gyártástechnikai oka lehet, a fényszóró formája és a fémöntés korlátai miatt készülhetett ez az alkatrész külön elemből. A mozdony oldalfala arányok tekintetében jól eltalált, szép a bordák rajzolata, hangsúlyosak, de mégsem elnagyoltak. Az ablakok mérete és elhelyezése is megfelelő, az oldalablakokon pedig belátni a géptérbe, ahol kidolgozott egyszínű szürke géptér imitációt találunk. A feljáró ajtók melletti korlátok külön elemek, a gyári tábla viszont csak tamponozva van a mozdonyra. A mozdony homlokfala arányos pontos, jó a homlok fényszórók helyzete és mérete is, egyedül talán az ablakok belső gumikéderének rádiusza tér el egy picit az eredetitől a sarkoknál, de mindenképpen meg kell jegyezni, hogy nagyon nehezen mérhető részlet ez, szabad szemmel szinte észrevehetetlen az eltérés, ha egyáltalán van. Részletek tekintetében még az ablaktörlőt érdemes megemlíteni, ami ugyan egybe van öntve a szélvédővel, azonban ez sikerült úgy megoldani, hogy ne legyen zavaró. Érdekes megoldás ez így 2023-ban, és az is, hogy eddig egyik gyártó sem készítette el a Sergeien külön részletként ezt az alkatrészt. A dobozban van két teli pályakotró és szerelvények, amiket igény szerint felszerelhetünk, ha egyoldali vontatásra akarjuk alakítani a mozdonyt, vagy vitrínbe szeretnénk kiállítani. A mozdony alváza és forgóváza szépen kidolgozott, külön elemként vannak felszerelve a homokkoló csövek, és elhelyezésre került a sebességmérő jeladója is a vezetőállás felüli tengely végén. A mozdony festése hozza az elvárható színvonalat, szép egyenletesek a színek, gyönyörűek a maszkolások, sehol nem láttam semmiféle bizonytalanságot, pontatlanságot. Feliratozás tekintetében is azt tapasztaltam, hogy a gyártó nagyon odafigyelt, minden kis apró részlet feliratozásra került, és a legkisebb piktogramok is szépek, élesek és olvashatóak. Funkciók tekintetében a mozdonyban van meretirány szerinti világítás, kapcsolható zárlámpák, géptérvilágítás és vezetőfülke világítás. A nálam járt mozdony gyárilag digitális hangos példány, az eredeti gépről felvett hanganyag található rajta.
Röviden összefoglalva, a hanganyag szerintem lényegesen jobban sikerült, mint a Pico vagy Rocco gyári hangja. A gyári hangszóró átlagos minőségű, magasabb hangerőn viszont enyhén torzít, ezért érdemes kicsit lejjebb venni a mozdony hangerejét a decoder megfelelő CV értékének módosításával. A fém kasznit csavarok tartják az alvázon, ezek kicsavarozása után egyszerűen leemelhető az alvázról. Bent egy MTC-21-es decoder rajzat található, amiben a nálam járt mozdony esetében a gyári hangdecoder volt megtalálható. A mozdony elektronikai panelje letisztult, átgondolt, a jármű könnyen karbantartható, szervizelhető. A mozdonyhajtás a középmotoros, és kardánok, valamint csiga segítségével jut le a hajtás a tengelyekhez. A jármű 4 tengelyen hajtott, a mozdony egy-egy tengelyen mindkét oldal tapadó gyűrűvel van ellátva. A középső csak futó tengely rugózott, és megfelelő oldaljátékkal is el van látva. A rugó ereje megfelelő, nem nyomja fel a középső tengelyt, úgy, ahogy például az Elemino haboknál tapasztaltam. Viszont cserébe az áramszedésbe nagyon jól be tud segíteni. A tapadó súly tekintélyes, a vonóerő több, mint elegendő. 3%-os emelkedőn a tesztelésem során 11 darab kerékérintkezővel ellátott személykocsit biztosan felhúzott, többel azért nem próbálkoztam, mert 12 kocsinál már siklott az első kocsi, bár a mozdony így is fel tudta volna húzni őket. A mozdony járása finom, egyenletes és halk, lassú menete megfelelő, és már a legkisebb sebességen is nagy a vonó ereje. A kerekek centrikusak, nyoma sincs szitálásnak vagy billegésnek. A forgóvász könnyen fordul, szépen veszi az íveket, a pályahibákat, és a váltóknál se tapasztaltam megakadás vagy siklást. A mozdony áramszedése megfelelő és biztos. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, tapasztalataim alapján mind a gyári Merkin Universal, mind más rövid kapcsolóval biztosan kapcsol, egyenesben pedig szépen összehúzza az ütközőket. Szétagadásra való hajlamot nem tapasztaltam. Az áttört pályakotró kivágása megfelelő, nem akad semmilyen helyzetben sem össze a kapcsoló szerkezettel. Összegezve szerintem a Trix egy nagyon jól játszható, apróságokat leszámítva a kor műszaki színvonalának megfelelő rendkívül masszív mozdony tett le az asztalra a most megjelent Sergeyjel. Láthatóan figyelmet fordítottak a hanganyagra is, a nagygyártóknál ez sajnos nem mindig evidens, gondoljunk csak a meglehetősen gyengire sikerült Pico Sergey hangra. Kíváncsi leszek, hogy később lesz-e belőle esetleg hazai változat, hiszen a tetőn cserélhető elem a hangtompító, így akár megoldható lenne belőle egy MÁV mozdony is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!